Sziasztok! Ezzel a videóval elérkeztünk az edited bemutató részek közül az utolsóhoz. Ebben az epizódban megnézzük, hogyan tudunk hozzáadni szövegeket, szöveges animációkat videóinkhoz, megnézzük, hogyan működnek itt a feliratok, hogyan tudunk áttűnéseket használni, és végül megnézzük, hogyan működik és mi is pontosan az a Dynamic Zoom. Ehhez az epizódhoz alapvetően a második timeline-unkat fogjuk használni. Ehhez vágásügyileg kicsit előkészítettük a terepet. Viszont egy fontos dolgot még nem mutattunk be az előző videónkban, most nézzük meg ezt. Ugye láthatjuk, hogy ennek a videónak a videó sáv mellett egy audió sávja is van. Na most esetünkben ez teljesen felesleges lesz. Hogyan tudjuk ezt kitörölni? Ehhez ismerkedjünk meg a Linked Selection nevű eszközzel. A Linked Selection eszköz, ha be van kapcsolva, akkor ha a videóra kattintunk, vagy akár az audióra kattintunk, akkor mind a videót, mind az audiót kijelöli az adott klipnek. Tehát, ha rákattintunk mondjuk a videóra, mozgatjuk a fájt, akkor vele együtt párhuzamosan az audiót is mozgatjuk. Persze ez igaz, hogyha az audióra kattintunk, és úgy mozgatjuk a klippet. Na most, hogyha külön akarunk műveleteket végrehajtani, például ilyen a mozgatás is, a videóval, illetve az audióval, akkor x ki a linked selection és mint látjuk, hogyha most rákattintunk a videóra, akkor gyakorlatilag külön mozgatjuk az audiótól. Ugye itt a rendszer jelzi nekünk, hogy mekkora csúszásba vagyunk a hozzá tartozó audióhoz képest. Most mi ugye kitörölni akartuk az audiósávot, így már megtehetjük, hogy kijelöljük a két audiót, és ugye, hogy ne történjen mozgatás, backspace nyomunk. Ezzel a jelen esetünkben felesleges audiótól meg is szabadultunk. Most, hogy megszabadultunk a felesleges audiótól, vágjunk is bele, és nézzük meg, hogyan tudunk szövegeket hozzáadni. Ehhez válasszuk az Effects Library-t, tehát nyissuk meg, jelenítsük meg, és a Toolboxon belül, és ez most ki is van jelölve, menjünk a Titles-be. Itt ugye különböző lehetőségek közül választhatunk, tehát itt alsó harmadban levő szövegektől a scrollozódó szövegeken át a sima szövegekig több minden megtalálható. Mi most válasszuk a sima textet, tehát a sima szöveget. Ugye fontos, hogy mint ahogy a korábbiakban erről szó volt, mint úgymond felső réteg, tegyük a videó fölé. És mint látjuk, hozzá is adott egy szöveget egy alapcímmel. értelemszerűen a szöveg időtartamát is be tudjuk állítani, ugyanúgy, mint a klippek esetében. A szövegre duplán kattintva az inspektorhoz érkezünk, ugye ezt természetesen megtehetjük úgy, hogy rajta vagyunk a szövegen, és kérünk egy inspektort. Változtassuk meg először is a címét, legyen ez most Palatonfelvidék, Ugye itt, mint látjuk, különböző beállításokat tudunk megtenni. Beállíthatjuk a betűtípust, normál legyen, félkövér dőlt, beállíthatjuk a méretét, a betűközt, értelemszerűen a pozícióját, akár el is forgathatjuk, vagy egy nagyon egyszerű árnyék adhatunk hozzá választunk egy másik betűtípust, ha rákattintunk a szövegre, akkor nem csak a pozíciónál tudjuk beállítani, hogy hol helyezkedjen el, hanem egérrel is tudjuk húzni. Ugye láthatjuk, hogy nagyon hirtelen jön be a felirat. Ezt tudjuk orvosolni úgynevezett fédin segítségével. A fédint úgy hozhatjuk be a szövegbe, de ugye ez természetesen a klipre is igaz, hogy a felső sarkába megyünk, egész konkrétan most, mivel az elejére akarjuk rakni a bal felső sarkába, és mikor megjelenik ez az ikon, akkor elhúzzuk jobbra. Most mondjuk azt, hogy legyen 15 frame, és már is megszabadultunk a túl hirtelen megjelenéstől. Tegyük meg ugyanezt a klip elején is, szintúj 15 frame, a szöveg végén most a fade out helyett csináljunk valami mást. Menjünk át a texten belül a settingsre, majd a croppingon belül nézzük meg a cropping top, hogy viselkedik. Tehát, mint látjuk, gyakorlatilag felülről tünteti el a feliratot. Ugye jól látható, hogy túl éles a határ, ezen a softness-szel tudunk javítani, de mi ugye egy animációt szeretnénk, egy nagyon egyszerű keyframe alapú animációt, ehhez visszatesszük most nullára, és készítsük el ezt az animációt. Picit rázumolunk, kivesszük a snapping tool-t, azt mondjuk, hogy egy picit lógjon át majd a másik klipbe, hogy ne legyen olyan éles a határ, és próbáljuk meg körülbelül innen. Ehhez tehát visszamegyünk a crop tophoz, Ugye látjuk, hogy körülbelül 500-as értéknél már eltűnik. Rögzítjük a keyframe értékét, majd azt mondjuk, hogy mikor a clip végéhez ér, akkor, tehát a crop top legyen ez az 500 körüli érték. Nézzük meg, mi történt. Mint láthattuk, létrehoztunk egy nagyon egyszerű kis animációt. Szerencsénkre a Da Vinci biztosít úgynevezett Fusion Titles-öket. Ezek kimondottan animált szövegek, tehát ugye ehhez a sima szöveghez mi készítettünk egy nagyon egyszerű kis animációt, de a Fusion Titles-be ennél azért bonyolultabbakat találunk. Körgessünk le, ugye szintén itt vagyunk a Toolbox Titles-ön belül, és mi most a Textbox Swipe-int válasszuk. Ugye tudunk egy előnézetet nézni minden animációról. Nemes egyszerűséggel húzzuk be. Ugye most megjelent itt egy piros vonal, ami lassan kékbe vált. Ez lényegében, hogy a rendszer lerenderelte nekünk az animációt, tehát így már gördülékenyebben tudjuk futtatni. Nézzük meg, mit mutat. Ugye jól látható, hogy egy nagyon jó pofak is animációról van szó. Természetesen ezt testre is tudjuk szabni. Rákattintunk duplán, visszamegyünk a tájtőlbe, adjunk egy címet neki, megvártuk, még berenderelte. Persze itt is a szöveghez hasonlóan többféle dolgot beállíthatunk. Az elmozdított értékeket ebben az esetben ezzel a kis ponttal tudjuk visszaállítani. Most kiválasztjuk ugyanazt a betűtípust, mint az előző esetében, adunk hozzá Motion Blur-t, majd nézzük meg. Most magát az egész animációt áthelyezzük, bemegyünk a Settings-be, és bárítjuk a pozíciót. Legyen például most így picit rövidebben. Itt viszont állítsuk be a fade autót. Legyen a példa kedvéért ismét 15. Nézzük meg a végét. A Fusion szöveges animációk közül rendelkezésünkre áll egy nagyon hasznos. Nézzük most meg ezt. Ez a Simple Box Two Lines, amivel, hogyha megnézzük, a két sor segítségével meg tudunk például egy nevet adni, alatta pedig például munkahelyet vagy beosztást. Most nézzünk rá a szövegek szöveges animációk után az áttűnésekre. Tegyünk a két videón közé egy áttűnést. Ugyanúgy a Toolboxon belül menjünk a Video Transitions-re, hogy láthatjuk, hogy többféle áttűnés, áttűnés típus áll rendelkezésünkre. Most mi ezek közül a dissolve fogunk foglalkozni. Próbaképpen nézzük meg most a Cross Dissolve-ot. Tegyük a kettő közé. Nézzük meg, mit mutat. Picit közelítsünk rá. Ha duplán rákattintunk, akkor az inspektor segítségével pár beállítást meg tudunk tenni magára az áttűnésre vonatkozóan. Ugye be tudjuk állítani a hosszát, mondjuk legyen kicsit hosszabb. Ez persze másodpercbe, de frame is meghatározhatjuk. Mondjuk legyen most 24 frame. Itt beállíthatjuk a pozícióját, hogy az utóbbire, az előbbire, vagy az alapértékel levő kettő közöttire legyen értelmezve. Most mi hagyjuk ezen. A Cross Dissolve áttűnés, amit most használtunk, ez alapvetően az idő tellését szimbolizálja. Most változtassuk ezt meg, hogy ezt többféleképpen tehetjük. Egyrészt egy másik áttűnést behúzhatunk ugyanúgy, mint ahogy az előző módon tettük, de akár csinálhatjuk azt is, hogy ebből a listából kiválasszuk. A Blur Dissolve. Lényegében a cross dissolve ötvözi egy horizontális és vagy vertikális simítással. Nézzük meg, hogy néz ki ez. Az előzőekhez hasonlóan természetesen ez az áttűnés, mint ahogy bármely más is testre szabható. Itt például beállíthatjuk, hogy horizontális vagy vertikális legyen alapvetően a homályosítás, itt jelen esetben erősebb kizárólag horizontális simítás található. Az áttűnéseken belül ugye látható egy piros vonal a cross dissolve -on. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a cross dissolve az alapértelmezett áttűnés. Persze, ezt most átállíthatjuk például a blur dissolve-ra, amit előzőleg használtunk. Ehhez menjünk a blur dissolve-ra, jobb klik, majd set a standard transition. Ugye ennek például akkor van jelentősége, ha mondjuk van egy klipünk, most ehhez csináljunk egy másolatot ehhez, ebben nem módosítsunk bele, kivesszük a fade és Ctrl-T billentyű megnyomásával az elejére és a végére is ezt a Blur dissolve teszi. Ha bemegyünk a DaVinci Resolve menün, a Preferences-be, rámegyünk a Useren belül az Editingre, akkor beállíthatjuk, hogy a transition az áttűnéseknek például frame-be kifejezve mennyi legyen a tartama. Ezt most átállítottam 100-ra, pusztán demonstráció kedvéért, save, és hogyha ctrl -T, t nyomunk, akkor láthatjuk, hogy egy jóval hosszabb, 100 frémes tulajdonképpen cross dissolve kaptunk. Az áttűnésekről ennyit szerettünk volna, most kukkantsunk rá a feliratokra. Ha a titles legörgetjük, az alján találhatjuk a subtitles-t, vagyis a feliratokat. Nézzük meg, hogyan is működnek. Magát a subtitles a rendszer automatikusan, tehát egy ST1, vagy subtitles -t 1 sávba teszi. Itt, hogyha rámegyünk, és inspektort kérünk hozzá, könnyedén beállíthatjuk. Ugye a hosszának a beállítása hagyományos módon történik, és ugyanúgy stílust adhatunk neki, a méreten át, a betűtípustól, a színig, vagy a betűközik. Erre nekünk most értelemszerűen nincs szükségünk, úgyhogy ezt ki is töröljük. Egy korábbi, már többször használt példavideónkon keresztül most nézzük meg, hogyan működik az úgynevezett Dynamic Zoom. Ehhez válasszuk ezt az ikont, húzzuk le, ugye most éppen a Dynamic Zoom-on volt, de itt alapvetően több lehetőség is van, ugye korábban az Annotation-t már megnéztük az előző videóban, most kiválasszuk a Dynamic Zoom-ot. Megjelenik tehát két keret, a zöld, az a klip elején az úgymond zoomoltságot jelenti, még a piros pedig a klip végén levő állapotra utal. Most mondjuk azt, hogy mi rá szeretnénk közelíteni a zöld színű készletre. Ugye, hogyha ezt a sarkát megfogjuk a piros keretnek, ugye ez jelenti majd a végállapotot, akkor tudjuk a méretét állítani. Na most vigyük picit közelebbre, persze ezt el is tudjuk húzni, ehhez most ne a sarkakat válasszuk ki, hanem valamelyik oldalát ennek a keretnek. Ha kiválasztottuk a keret valamelyik oldalát, húzzuk picit oldalra, picit válasszunk ennél nagyobbat, és nézzük meg, mi történik. Ugye láthatjuk, hogy a zöld keretből, ami ugye kb megegyezett a frame méretével, eljutottunk egy pici oldalratolással és ráközelítéssel a piros keretbe, ami tehát az utolsó, tehát végállapotot jelenti. Na most, ezt még tovább tudjuk picit finom hangolni. Ehhez menjünk az inspektorba, válasszuk a most már bekapcsolva levő Dynamic Zoomot, és ugye láthatjuk, hogyha ha lejátszuk, hogy lineáris a folyamat. Azért, mert a Dynamic Zoom-nál a lineáris van beállítva. Ha kiválasszuk az Ease In and Out-ot, akkor gyakorlatilag egy folyamatosabb mozgást kapunk. Nézzük meg ezt így. Lényegében az editet záró negyedik epizódunkban ennyit szerettünk volna elmondani. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, Tartsatok velünk legközelebb is! Sziasztok!